A kockiás verkis dallamai, a plüsmacik, az adventi koszorú és a mézes kalácsból épített atomerőmű igazi ünnepi hangulatot varázsolt az intézménybe tavaly december elején, akkor első alkalommal szervezte adventi programját az Atomenergetikai Múzeum. Ez egy egésznapos rendezvény a december 4-i programunk, mert napközben iskolás csoportokat várunk, és annyira bő programkínálattal készülünk erre a napra, hogy már a tavalyi évben bevezettük azt, hogy a nap délutáni szakaszában, tehát délután 4-től 8 óráig családokat is várunk ezekre a programokra. A múzeum ezúttal is kínál szabadidős és természettudományos ismeretterjesztő programokat. A fizikai kísérletek mellett kézműves foglalkozás is lesz, valamint a tűzoltók jóvoltából az emelő kosaras tűzoltó autó is az épület elé érkezik. Az idei rendezvény az Éjszakák Éjszakája nevet kapta. A délutáni program 16 órakor kezdődik, amelyre a családokat várják. Adta magát az a tematika, hogy a csillagokkal, a fénnyel foglalkozva, tehát hogy erre építsük igazából az összes programelemet, tehát lesznek kültéren olyan programjaink, amik szerintem zseniálisak lesznek, tehát nagyon látványosak, a fénnyel kötődnek össze, megtudhatjuk azt is, hogy miért kék az ég, vagy miért piros a naplemente, nagyon érdekes lézeres kísérletek is lesznek, tehát ezt mindenképpen nagyon javaslom, hogyha valaki, tehát ehhez szeretne igazodni, akkor ezt a fél hatot ezt próbálja majd a program kapcsán elérni, mert hogy ezt ekkorra időzítettük, de lesz csillagász előadás, csillagvizsgálás a múzeum előtt, planetáriumi előadások lesznek, és hát ezzel párhuzamosan pedig kézműves foglalkozás, mézes kalács készítés, tehát számtalan program lesz még, ami itt várja a látogatókat. Az esemény december 4-i délutáni esti részére korlátozott számban még várják a szervezők a jelentkezéseket a képernyőn feltüntetett elérhetőségeken.